Hornok Miklóssal, Bardocki Kornél és Kellner Ádámmal beszélgetek a Davis Kupa sorsolás után. Először is Miki, tőled szeretném megkérdezni, hogy ugye most először ülsz hazai terepen a kispadon. Milyen érzés volt először a Davis Kupa válogatottat irányítani Cipruson? Hát megmondom őszintén, ugye szerencsésnek érezhettem magam egyrészt, mert egy elég jó csapatot össze tudtunk szedni, és föl tudtunk állni a legerősebb formánkban, ahogy lehetett, amilyen játékosaink abban a pillanatban voltak. Megalapoztunk egy olyan hangulatot és egy olyan összetartást, amit azért tudtunk már magunkra hozni erre az eseményre is. Én úgy érzem, hogy a csapat továbbra is nagyon jó hangulatban készül, és elég sokat megteszünk egymásért, hogy ez így is maradjon és így menjen továbbra is. Amennyiben adódnak esetleges problémák menet közben, azt is szerencsém van, mert nem egyedül kell megoldanom, hanem a játékosok nagyon sokat segítenek ebben. Kornéra is nagyon tudok számítani, mint rangidős játékosra, és az is mindenképp nagyon jó, hogy annak idején mondjuk nekem Kornél pályafutása kezdetén is ott tudtam vele lenni, és könnyen elképzelhető, hogy a Kornél, ahogy elmondta saját szavai szerint, pályafutása vége felé tart, nem biztos, hogy már jövőre játszani fog, és ez egy nagyon-nagyon jó alkalom, és számomra emberileg is nagyon felemelő, hogy utolsó alkalomra, ha igaz, itthoni mérkőzésen Kornél játszik, már ezt azért hozzátenném, hogy ez nem teljesen 100%, mert hogyha nem tudják leváltani itt a fiatalok, és a Kornél olyan formában tud maradni, akkor azért fogunk rá számítani mindenképp. Itt is hozzátenni még plusz azt, hogy a Lukács Dininek is óriási szerepe van abban, hogy nekem meg tudta engedni ezt a luxust, úgymond, hogy úgy állítsam össze a csapatot, ahogy most én gondoltam. Mindazok mellett, hogy a Dinit nagyon jól tudjuk, hogy utóbbi időben nagyon jól elindult. Igaz, hogy először kemény pályán nagyon jó eredményeket ért el, ugye most itthon Salakon játszunk, és az egyéni játékosokat per pillanat ő most úgy néz ki nem tudta kiszorítani, de ugyanakkor a párosban pedig a Marcira és a Kornélra számítanék. Na most az még nagyon fontos lenne, hogy itt utána, hogyha az egyéni mérkőzéseink alakulnak, azért itt a péntek estére mindenképpen még van olyan lehetőségünk, hogy akár a csapatot átformáljuk szükség esetén, már megmondom őszintén, ez nagyon tartalék gondolatom, tehát itt mindenképp arra gondolok, hogy a 4 egyéni mérkőzésből nekünk 3-at meg kellene nyerni. Ezt elég előnyösnek tartom, hogy Ádám első meccset tud játszani pénteken, és akármilyen nehéz mérkőzése is van, utána akár 2 teljes napja is van arra, hogy a vasárnapi utolsó mérkőzésen tudjon játszani. És mindenképp nagyon jól érzem magam abban a szerepben, hogy itthon Magyarországon debütálni tudok ezekkel a srácokkal. Kornél, te mint a csapat legtapasztaltabb játékosa, gondolom vannak előérzeteid a mérkőzéssel kapcsolatban, és főleg itt a párosra gondolok. Ugye Max Mini személyében egy 4-szeres Grand Slam győztes ellenfeltek lesz, és hát ő sem kistermetű, és a párja sem egy cingár gyerek. Milyen előjelekkel várjátok a páros meccset? Először is azt szeretném mondani, hogy ahogy a Miki elmondta, úgy néz ki, hogy a 4 egyéni mérkőzés közül van a legtöbb szansunk arra, hogy eldöntsük ezt a párharcot. Nyilván a párosnak abszolút ők az esélyesei. Annak tükrében is, hogy persze nyilván a Mirny egy nagyon jó párosjátékos, de igazság szerint nálunk ugye itt a párosban nem lehet nagyon összeszokottságról beszélni, hiszen tényleg nagyon szinte első évben állt össze ez a felállású csapat, de hát a Marcival mindent meg fogunk próbálni annak érdekében, hogy helyt álljunk és akár meglepetést szerezünk. Nyilván nem feltartott kézzel megyünk fel a pályára, hanem mindenképpen nyerni szeretnénk. De ahogy itt beszéltük a csapattal, nyilván ez egy kicsit bónusz mérkőzés lenne, hogyha a páros megjönne. Úgyhogy itt a 2 egyéni játékosban nagyon bízunk, én úgy érzem, hogy nagyon jó formában vannak a fiúk. Úgyhogy, és hát nagyon szeretném, hogyha ezt a búcsú mérkőzésemet tényleg egy győzelemmel tudnák abszolválni, és úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagyon jó érzés lenne, pláne nekem. Pont ezt akartam kérdezni, hogy felröppentek ilyen hírek, hogy ez lesz a búcsú mérkőzésed. Ez mennyire komoly? Igazság szerint elég komoly. Mikivel beszéltünk már erről többször. Elmondtam a Mikinek, hogy úgy néz ki, hogy a szezon végén én befejezem a versenyzői pályafutásomat.
De mondtam a Mikinek is, szerencsére ő is számít rám, tehát én mondtam neki, hogy a jövőben is, akármilyen formában, ha nem játékosként, akkor bárhogyan, ha tudok, akkor segítek itt a csapatnak majd a jövőre nézve. De hát ugye soha nem mondasz, hogy soha. Én most azt mondom, hogy 99% az, hogy tényleg, hogy az idény végén befejezem a versenyi pályafutásomat, és hát akkor a Davis kupában sem fogok játszani többet. Úgyhogy mondom, nagyon bízom benne, hogy ez egy sikeres búcsú lesz itt. És hát annak különösen örülök, hogy hazépályán lesz ez a mérkőzés. Ádám, te azt hiszem, hogy különösen jó formában vagy, hiszen a múlt héten megnyertél sarkpályás versenyt Romániában, és ráadásul te kezded holnap a találkozót. Mik a megérzéseid, hiszen nemrég te megverted ezt az Ignaticot? Hát a formámat nézve nem lehetek szomorú, mert tényleg elég jó megy mostanában a játék. Úgy gondolom, hogy a mostani meccs, ami majd lesz az Ignatikkal, meg ami volt, ez egy másféle meccs lesz szerintem mindenféleképpen. Eléggé parázs meccset játszottunk Ostravában, nem igazán kedveljük egymást. Nagyon nehéz meccsre számítok, egy eléggé küzdős gyerek, szerintem kétszeres erővel fog ellenem küzdeni, már csak az előző meccs miatt is, nagyon jó mentelen a játék, talán a versenyen ellenment a legjobban. Hát az természetes, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az a tip egy nullos vezetéssel menjen föl a betavállam. Az a mérkőzés az két nyert szetre ment, ez viszont három nyert szetre megy, meg befolyásolhatja ez a meccs kimenetelét? Hát remélem, hogy most annyi meccset játszottam, meg annyira játékban vagyok, meg annyival jobb lett a kondim tavalyhoz képest, hogy nem fogja befolyásolni. Az a döntőszet 6-3-ra vertem, azt hiszem az Ignatigot, az is egy több mint 3 órás mérkőzés volt. Most itt lehet, hogy annyival több lesz, de úgy érzem, hogyha visszagondolok a meccsre, még ott tudtam volna ellene játszani még egy-két szettet, úgyhogy reméljük, hogy most is menni fog. Reméljük. Miki, még tőled megkérdezem, hogy egy 4 napos felkészülésen van túl, illetve ma még van egy edzés a csapat. Milyen formában vannak a srácok szerinted? Nagyon jól hangulatban tudtunk készülni, és megvolt az a lehetőségem, ami szintén nagyon előnyös, hogy most egy bővebb csapattal tudtunk készülni, tehát itt behívtam azokat a közvetlen olyan fiatalabb generációt is be tudtam hívni, akik éppen ugye most itthon vannak, bár mondjuk Gödri Levi nincs itthon, mert éppen egy fücsörversenyen van, de őt is szerettem volna, de sikerült a Filipenko Viktort, a Lukács Dininek még visszatérve az előzőekre, rendkívül hálás vagyok, mert eljött a csapattal együtt edzeni, annak ellenére, ahogy mondtam, a körülményeket. Elhozta magával ráadásul a privát edzőjét, Karl-Heinz Wettert is, aki szintén abszolút kompatibilisan beszállt ebbe a csapatmunkába. A srácok nagyon jól dolgoztak, mondom, nagyon jó hangulatban tudtunk menni. Attila is nagyon jó formában van, azt érzem, tehát tudtunk egy olyan hetet csinálni, és ahogy láttuk az ellenfeleknél is, például Ignatik, aki most látjuk, hogy 3 mérkőzést fog játszani, viszonylag kevesebbet láttuk itt a teniszpályán, tehát nem játszott túl sokat, inkább regenerálódott, ő is Challenger versenyekről érkezett egy versenysorozatból, tehát itt mindenki ki tudta használni azt az időt, ami adódott, és olyan lelki állapotban tudtunk együtt dolgozni mindenkivel, ami én úgy érzem, hogy ezek az érzelmi pluszok is nagyon sokat számítanak, főleg ilyen hazai meccsen. Elég jók a hírek, amiket hallok, hogy elég sokan ki fognak jönni mérkőzésre, és ezt most még itt megerősíteném a meghívást személyesen is, hogy nagyon örülnénk, hogyha kapnánk támogatást, és nyilvánvalóan mindent meg fogunk tenni a győzelemért. Köszönöm szépen a beszélgetést, és sok sikert a hétvégére! Köszönjük!